Györkönyben a német nemzetiségi hagyományok is megelevenedtek azon a többnapos rendezvényen, amelynek komoly hagyományai vannak a településen. Ha jól tudom, ez a 38. nemzetiségi nap már Györkönyben, tehát mi elég időben kezdtük el ezt a fajta hétvégi mulatozást és a hagyományoknak a megőrzését. A program az ugye nem csak a hagyományőrzésből, hanem egyébként ilyen falunap, nemzetiségi napnak nevezzük, amelynek során itt most idén 3 napig lehet a Pincefaluban különböző rendezvényeken, programokon részt venni. Ennek azért van egy elég stabil váza, ugye már 38 éve működik ez a többnapos nemzetiségi és falunap. Amikor úgymond a nemzetiségi nap van, ez idén vasárnap délután kerül sor, ekkor a helyi óvodás, iskolás, felnőtt tánccsoport, illetve meghívott vendégcsoportok lépnek fel. A település önkormányzata büszke rá, hogy a civil szervezetek aktív munkát végeznek és kiveszik részüket a közösségi élet szervezéséből. Az önkormányzatot és a falut támogatják a csoportok. A Györkönny hát 1000 fős település, de jó néhány programja van, ami azért nem csak megyében, hanem megyén határon túl is ismerik, és ezt egy-egy civil szervezet szervezi meg. Az önkormányzat meg némi kis támogatással azért segít, hogy inkább azt mondanám, hogy jelképes támogatással segíti ezeket a civil szervezeteket, és ők csinálják. Hála Istennek ez az önkéntesség még működik Györkönyben. Nagyon remélem, és ez egyébként ez egy településnek a továbbélésének egy fontos szereplője, hogy ez az önkéntesség tud-e maradni a településen. Itt is a mai napon is a német önkormányzat szervezte meg ezt a programot. Az önkormányzat inkább ilyen kereteket biztosít ehhez, és persze, hogyha szükség van segítségre, akkor azért ne a testület nem szokta azt mondani, hogy nem. Auf der Schwäbscher Eisenbahn wollt er mal ein Bäuerlein fahren, da den Schalter lupft er gut, ein Billettle sind so gut. Trulla, 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 lang, trulla, 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 lang, da den Schalter lupft er gut, ein Billettle sind so gut. A Györkönyi Napsugár óvoda gyermekeinek műsora is színesítette a település nemzetiségi és falunapját. Az intézmény nagy hangsúlyt fektet a német hagyományok ápolására. Mielőtt az ember belép az óvodánkba, már feltűnik, látszik a táblán, hogy mi Sonnenschein Kindergarten vagyunk, és bent az óvoda udvarába olyan virágokat telepítünk, ami a magyarországi németeknek a virága, vannak levenduláink, van muskátli, ami a régi falusi udvarokban is megjelent. Van egy tánccsoportunk, most már immár 20 éve, a Don Rösszien tánccsoport, és a viseletünk is a Györkönyi hagyományos viseletet tükrözi, egy kicsit modernizálva, és mindig tanulunk magyarországi németek mondókáját és Györkönyi mondókákat, dalokat tájszólásban is. A helyi óvoda örömmel veszi ki a részét a település kulturális életéből, rendszeres szereplői a helyi rendezvényeknek, de emellett minden más lehetőséget megragadnak arra, hogy a német hagyományokat táncaikkal, énekeikkel továbbadhassák. Itt a falu rendezvényeken mindenhol fellépünk, és bemutatjuk a repertoárunkat, és a Szekszárdi Wunderland óvodában vagyunk hivatalosak minden évben a nemzetiségi óvodák tánctalálkozójára, ahova nagyon szívesen megyünk is. A mi óvodánkban 2 csoport van, és 4-en vagyunk óvonők, és ebből mi olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 3-an nemzetiségi óvodapedagógusok vagyunk, a 4. kolléganő most kezdi meg a tanulmányait a főiskolán. A nap folyamán minden helyzetet igyekszünk kihasználni arra, hogy a német nyelvvel ismerkedjenek a gyerekek. Az öltözőben, a mosdóban, csoportszobában, alváskor, tehát minden játékos formában. A helyi óvodásokon kívül több nemzetiségi csoport öltötte magára a hagyományos viseletet, és mutatta be azokat a tánclépéseket, amelyek a német kultúra nélkülözhetetlen elemei. A Györkönyi Pincefaluban sokan voltak kíváncsiak a német hagyományokat éltető előadásokra a 38. nemzetiségi és falunap alkalmával.